Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket! Ez itt VR, méghozzá Quest 3. Ott a csodás karakterem, Super Dagi, ugyebár. Kontrollerrel vagyok, nem pedig a kézmozgással, azt is tudja, ugyebár. Nagyon fontos a csukló használata, hogy a csuklóvédőn a két kar meglegyen, különben cink lesz. Kíváncsi leszek, milyen lesz ez az adás. Mostani játékunk az egy jó pofa játék lesz. Még hozzá a Home-nak ha meg is találnám, tök jó egyébként, hogy nem is tudom, miről akarok adást. Living Room VR-ban. Már most nem azért, mert a nappalimat nézegetjük, hanem úgy általánosan. Úgyhogy most be kell állítanunk elsőre egy helyet, hogy mi hol van. Úgyhogy start scanning van. Komplett. Na. Living Room. Amúgy is Living Room a játék. Welcome to Living Room to Relaxing with Life Simulator. Pick a game mode to start. Elkezdtem tegnap, úgyhogy már ennél kezdünk. A settings az ennyi. Ezt meg tudom fogni és arra tudom helyezni. Itt láthatunk mindenfélét. Adtunk rá egy kis hangerőt. Vannak különböző nyelvek, magyar sajnos nincs. Úgyhogy őt ide érdem így, és akkor normál mód kezdés. Na, hát van felhőnk, napocskánk, akit nem lehet áthelyezni. És akkor the quest board. Általános információk ugyebár itt vannak, két kontroller adott. Jó, fogjam meg és mozgassam a questboardot ezzel. Ugyebár itt jelzi, hogy ez itt egy asztal, okosan, ne akarjunk tőle semmit. Viszont ki fogjuk használni, mert az islandünk majd ott lesz. Tegnap kipróbáltam, úgyhogy tudom milyen. Ez a számít növekszik ezek szerint lassan. Tegnap azt hittem, hogy az fogy, de lehet, hogy fogy is, csak én vagyok krumpi, úgyhogy meg kell fogni és arrább helyezni. Na, a questboardot ide felraktuk. Oké, A-val X-el A, vagy éppen X-el tovább megyünk. Oké, bookshelf. Ez a könyves polcunk, ezt megfoghatjuk, arrább rakhatjuk. Nyilván nekem, hogy ne legyen útba a játéktérbe, így ide rakom. Oké, így ezen fogunk majd itt mahinálni. A szakaszleg az ott a Dómennek a törtője, azért nem raktam el. Jó, mert a laptop meg mögöttem rögzít jelenleg a más. Paintgun. Avval tudunk festeni, mint példa. Ugyebár vegyük föl, 20 pontot, 20 dolgot festünk. Megfogjuk, és a belső ravaszt ezt megnyomjuk. És akkor használjuk. Elengedjük, akkor az ott marad. Ugyebár ez a VR lényeg, a térben van, 160 cumó van benne. És akkor ezt itt le tudjuk kenni. Ő csak annyit kért, hogy 20-at. Én ezt is szépen befedem. Ez itt nekem tökéletes. Jó. Megfogom, ezt így elrakhatom ide. Tök jól el van. És terraformálás, ahhoz kell az ásó. De én nem vagyok póni, azt visszarakom. Ide is tudunk amúgy festeni. Így. A tévé előtt a fűtés, az le lesz festve. Oké. Hol van meg ilyen a falat? Le tudom kenni. Nem, az a kimeny a térből. Egyébként a screennek van megadva, úgyhogy a screent azt nem lehet összefesteni, a tablet lehet összefesteni. Visszaraktunk, 48 van még benne. Úgyhogy terraformáljunk.
megfogjuk. Kicsit csalóka ezt, de arra húzom egy kicsit, mert ott van mögött egy hangfal, aztán belágadunk. Így. Szóval itt a ásunk, ahune, akkor lehet vele a méretet növelni, meg púlozni, meg mindent. Mivel itt közelebb hozzuk, akkor látjuk, hogy ez milyen. Úgyhogy itt látjuk, és akkor ennek a méretét lehet változtatni, hogy mit akarunk izélni. És akkor a kicsit bagolunk. Jó, szóval a B-t nyomogatva vagy a hátsót. De most csináltunk egy le-terraformálást, amivel simán csináltunk itt egy itatót. Azon kívül akkor még kisebbre nem tudom. Balra vagy nyomva tart. Így. Egyszer. Ugye bár ez itt édesvíz, az meg az óceán. Így. Akkor csináltunk két helyet. És ezért is járt egy csomó minden, föl le lehet izelni. És akkor... Ezzel lehet kitöltögetni dolgokat. Oké, ez így nekem most tetszik. Én még kisebbre raknám a comót, de mindegy. Tukánti. Species book. Ugye már a különleges dolgok, itt van kétfajta species. Tök jó egyébként, hogy mutatja, hogy hova kell menned. És az alapján ott van. Species 1, 2, dekorációk és szigetek. Ugyebár. Open the species book volume van. Megfogjuk ezt, belső gomb. Ide rakjuk, és akkor látjuk is a dolgokat, és akkor vegyük fel a rewardot a Species Bookból, lehet dzsungel vagy szavanna. Most azt fogom megcsinálni, amit tegnap volt, amit tegnap a próbából nézegettem, úgyhogy biomilag szavannával fogunk kezdeni. Meg is kaptuk a zebrát és a füvet. Tegyünk két új zebrát a helyre, oda le. Megfogod a zebrát, itt van, kis görcs. Eléggé kis krumpli feje van. És oda lerakol. Szomjas, úgyhogy megy is inni. Így láthatod, hogy mit csinál. A kis gomba. Jó, tudnak mászkálni, nem basztam el ott a mélyedést. Oké. Fogjunk meg még egyet. Meg oda rakjuk, az már ott is sétálgasson. Jó, feladat, megvan a... Hevvel fed zebraszat, az etessünk meg őket, kell nekik ugyebár cumó, hogy ne pusztuljanak éhen. Ez itt egyet, itt lejjebb is ment a számunk, de közben rakjuk föl az ujjat. Egy adag füvecske. Két adag füvecske, az közben szomjan pusztul. Kettőt kellett lerakni, akkor három adag füvecske, ott már örül lett is kis zebra belőle, szóval már rosszalkodtak. Legyen három zebrám, és legyen fű, amivel lesznek, tegyünk egy új zebrát oda, akkor kettő teljesítés egymást. Csat. Megvan. Hevvel fed zebrasz. Etessünk meg zebrákat. Remélem, nem akartok enni. Egyé. Akarnak ezek enni. Igen, ott a harmadik. Meg is van. Nagyon vicces. Kaptunk is érte ajándékot. Lehet fa vagy sárkány gyümölcs. Én úgy voltam vele, hogy akkor legyen fa. Ez a baobab. Úgyhogy kaptunk egy baobát. Éljünk-e, költsünk-e 60, nem 50 pontot, ami a ezére kell. Happy pontot. Ez a happy pontunk, ez folyamatosan nő. Ugyebár ő. Ha jól emlékszem, a bal szememet látjátok. Én megfogok egy ilyen fát.
Oda rakom. Úgy. El van költve 50. A Corefon Spacey, úgy érzed, hogy a szigetet teli van? Semmi gond, ugyebár. Get right to stuff. Azaz ideje foglalkoznunk a dolgokkal. You can refund plants and animals by putting them back into the Spacey's book or simply throwing them off the island. Ez az, hogy megfogsz egy bármit, aki sok, te hogy nézel ki, he? Generation Subgrade. És az beesett a vízbe és meghalt. Na mindegy, vagy megfogod és kidobod a szigetről, és akkor volt, nincs. Vagy megfogod, mint én most őt. És átlakom a másik szigetre. Kis haverjával. Az is meghalt. Oda. És akkor azt mondom, hogy nem kell ide ennyi zebra. Téged. Vagy kidoblak. És volt, nincs. Vagy visszarakom ide a könyvbe. Azaz te buktad a kis zebrádat, negyedik generáció, harmadik generáció, második, első. Na, van itt mindenki, mint a fón, szóval fejlődnek átfele, megváltozott a zebra színe. Harmadik, második, jó. Te ide visszajössz, és akkor itt elengednélek, akkor itt visszakapnánk az árát, az a 80. És te gyere, még jelhetsz egy darabig, kapsz egy kis füvet, ne halljatok éhen. A. Távolítsunk el egy festést. Fogjunk meg a festékszórót, és a B-vel vonjunk vissza a festék. De itt vagyok, és azt mondom, hogy te oda kell lesz, te oda nem kell lesz. És ezzel vissza is került hozzánk a festék. Hurrá! És akkor tegyünk le egy új baobát, és edessünk vizet. Jó, azt én, ha nem bánod, visszafestem, mert az úgy volt jó. Kaptok egy ilyen fát ti is. Úgy. És egyetek. Oda. Innen meg meghalt az összes zebra. Az ott szomorú most, szereti magát. És ott is van a kis zebra, kérlek szépen. Új dolog, az oroszlán. Ugyebár minden egyes egyensúly rész megoldásnak kell egy növényevőnek, egy vadállat, ami húshevő. Úgyhogy nincs második opció, most elérhető el az egy. Meg is lett, úgyhogy vegyünk és tegyünk le egy darab oroszlánt. Ott ilyen kis cuki farkasokkal van ez megoldva, de az nem baj. Úgyhogy ezeket itt egy kicsit megpusztítjuk. Ő most ott el kell dinni. És már ott megmakkant az egyik, az is megmakkant, és meg is zabizzák, kérem szépen, ezt a lába előtt ott van. Úgyhogy vacsi lett. Tegyünk le egy új oroszlánt, és legyen kettő ragadozónk ezáltal. Úgyhogy megfogjuk, és ő is. És ott a husi. Ott látjuk is. Ötbe a kontroller rezeg. Oké. Ne hajjon meg állat 15 másodperc. Hát az kérdőjel, lehet, hogy nem fog összejönni. Vagy de, lehet, hogy itt az a lémel. Megvan, oké, költsünk el 60 pontot. Hát nagyon gyorsan meg lesz. Tehát jössz ide. Te ide jössz. Így mindenki örül. Új terület elérhető. Oázisból. Breeding oázis. Választunk biomot. Tajga vagy dzsungel? Tajgát csináltam tegnap, úgyhogy az jön következőnek. És ideig jutottam el tegnap, mivel tegnap ügyes voltam, és a területet úgy alakítottam be, hogy az egész lakást, amiért a konyhánál levágta a helyet most, és kifele egy vékony sávon, meg az előtérbe a 2x2 méter érhető el. Már most az kis játéktér, úgyhogy az nem nyert kis hangszórót. Új dekorációs rész, nyissam meg a dekor könyvet, ott jelzi is a játék, hogy mit kellene megkeresnem. Közben a Leila mászkál. Úgyhogy könyvelő, dekoráció. Jó, a breeding oázis, ugyebár a hát párzó oázis, ha jobban tetszik, vagy fedeztető oázis. Állatoknak ugyebár egy azonos szükségleteik vannak a természetből, szaporodjanak, kell egy hely, ahol ezt a párok megoldhatják. Talán
meg tudod találni a Breeding Goaldist a dekorációs könyvben, miután használ a Breeding Goaldist, rövid és lehűl. Ez akkor arra való, hogy azon kívül, hogy itt bejön a pofámba, ide lerakjuk, akkor van egy olyanunk, igen, itt bármi, semmi, már itt tudunk lapogni, azt mondja, ott és itt, nem mondod, hogy külön kell raknom a füzeteket, nem. Így, téged innen leveszünk és... Hogy zárlak be? Ahogy? Téged ide raknak? Akkor tudunk lapozgatni, nicce-micce. Van itt sok minden föld, jó, és akkor egy infinite pörgeti, aha, egymásra. Nyilván az alsóba vagyunk megint. Itt visszamegyünk az elejébe. Itt van egy breeding world, és ott 10-es szinten fogjuk azt megkapni. Fingom nincs hanyja szinten, hanem szerintem ez még csak a tutoriál. És akkor innen kezdődnek, legyen kreatív módon, tegyél le 50 bárányt, legyen sok állatod, ami meghalt, használj 50 követ, 50-szer köveket, érd el a magasabb ekoszintet, tegyél rá minden különlegességet, legyen 50 növényed, győzz le challenge-et, ugyebár a Farkas Island-et, és egy nyuszi akar lenni? Oké. Okay. Unlokálj biomes, úgyhogy vannak ebben ilyen kis bónuszok, nem baj. Hogy zártalak be az elem? Nyomok én itt mindent. Úgy oda bemegy. És akkor a feszélyt visszarakjuk ide. És akkor használjuk a Breeding Oasis-t. Breedeljünk egy animált. A oroszlán onnan eltűnt. Innen is. Kihaltak az oroszlánok, a zebrák nyertek. Ó, te! Itt a farkas cuki a háttérbe. Igen, itt is tudunk lapozni, itt is tudunk lapozni. Oké, itt a négy pálya itt van. Nektek még kell egy kis fű. Réhen pusztultok. Meg egy fa. Meg nektek is kell fa, mert megmappantok. Meg még egy kis ilyen. Oké. És akkor az új bajomból tundrából, ott a farkas. Mi a neved? Bighorn, azaz a nagy szarút, kecskét, ide rakjuk. Ő itt látszik, hogy most szomorú, félszemű, félszívű. Úgyhogy ez ide jön mellé. Én nagyon szeretik egymást. És ott is van belőle a kicsike. Meg is lett. Kapunk kérte ajándékot. Bob Rosemary vagy Ken Bibrás. A Ken Bibrást választottam tegnap. Meglátjuk, mire jutunk ezzel. És akkor legyen, az meg is van, fedezetet felettek, így most nincs kit szeretni. Azok ott be is aludtak. Az ott párba talált, lett is kis zebra belőle. És legyen három különböző növény vagy állat, és etessünk meg két különböző dologgal állatokat. Úgyhogy kell egy kis fenyőfa oda, téged innen át tudunk rakni ide, itt csinálunk tundrát a Szaharába, de miért is ne, és akkor téged men, 25 a planc limit, mi van, és itt, ott sincsen, ott van hely. Jó, hát szuper egyszerű, mert akkor te innen eljössz ide, te innen eljössz oda, te innen eljössz oda, te innen eljössz, ha el tudnak kapni, oda, te innen eljössz ide, te innen eljössz ide,
Ezeket megcseréljük, és akkor mindenki happy. A sivatagból csinálunk tundrát, a tundrából csinálunk sivatagot. Így. Még egy kis havas, mert az kell nekik. Úgy. Még egy kis bogyó. Oké. És ti akkor éltek. Úgyhogy itt is lettek. Fedeztetőből lejöttök. Megvan mindegyik. Legyen kettő ragadozónk minimum. És állatokat különböző helyeken. Jó, te egy kis póni vagy, te megnézzük, hogy mit csinálsz, adom ki, hogy éhen halsz. Jó. Téged, ha leraklak, van értelme? Van értelme. Akkor a másik is kell nekünk. Méghozzá egy ilyen. Az megvan, és legyen ragadozónk. Parancsos. Ham. Kicsit megszaporítjuk a zebra populációt. Már vannak sárga zebrák is. Júj, Pet Machines elérhető. Na ez ott egy jó poén alul. Medve vagy farkas? Hát, Likanon mellett ide vagy oda, az bizony farkas. Úgyhogy ezt a jó képességűt itt szépen befogadjuk. És akkor meg is lett a Pet Machines. Kerét a Pet. Na már most lehet csinálni házi állatot. Megfogom ezt a machine-t, ide lerakom. És akkor eldönthetem, hogy milyen petet akarok. Ugyebár lehet azok, azok, vagy ő. Úgyhogy farkaska lesz az első petünk. Jó pofán néz ki. És oda is került. Megadhatjuk neki a nevet. Boomer, Snickerdoodle, Peppermint, Bumble, Charlie, Fudge, Lovely, Lovey, Doodle, Whiskers, Butterbean, Rosie, Cupcake, Zip, Lovey, Daisy, hol van, amit tegnap használtam, Fizz, Zippy, Lola. Tudod, mit te most Lola leszel, mert miért is ne? Úgyhogy itt is van ő, és a feladatunk, tegyük rá, és tekerjük meg. Na és ezzel lett is egy kis állatunk. Ezt a vált a dig. Na már most ez azt akarja, megfogod ezt innen, összerakod oda, és ott van egy ilyen lyuk. De azt tudom mondani, hogy bom, és oda megy, és kapar. És ott is van. Akkor zsimogassam meg. Hívjam ide. Igen. Keresztül sétál rajtam. És a bácsó ravasszal simízzem meg. Gyere vissza. Ne rosszalkodj. Érdekel a tereptárgyakat, mert simán fölugrott az ágyba. Kap simogatást, mert nagyon szeretjük. Meg is lett. Akkor tegyünk különböző növényeket vagy állatokat le. Simogassam meg a petet, és excavate a Dixit as two. Azaz két lyukat kell excaválni. Hát itt van egy lyuk. Menj és excavált, ást ki nekem. Cseszett rá a kutya. Gyere ide, kapsz. Ne forogjál le, kapsz simin. Simít. Nagyon örül neki. Ezt add ide. Itt van még egy lyuk. Ezt is kieshatod. Erre is cseszed rá. Jó. Tegyünk le különböző állatokat, akkor széttépjük őket is. Széttépjük velük őket is. Két különbözőt tegyünk le. Oké. Okay. A farkas nem fogja jól érezni magát. Gyere ide! És akkor nézzük, mit van még, az még nincs. Ez van. Zebra. Zebra megél a tundrán. Egy.
kettő. Jó, új dolog. Kinyitva, elefánt vagy medve? Tundrára vagy szavannára? Jó, köszi. Hoppó. Úgyhogy jön Lucy. Vagy Lola. Bocsánat, Lola. Jó. Raid the game and unlock the rainbow ship. Oké. A rainbow ship az szerintem egy poén akar lenni. Mint a Minecraft-ban. Na, mondom vagyok, ott vannak állatok, akkor ide elefánt. Oké. Breeding animal, the breeding oar. Nagyon egyszerű. Nem tudom megfogni normálisan farkas, mert belelóg a tévébe. Egy, vala másik. Kettő. Szeressétek egymást. Nagy puszi. És ott is a kicsi. Tadá! Oké. Bighorn eaten for 25 seconds. Egyen. Hát... van mit enniük, de egy darab van belőle. Úgyhogy a bitonból is kell lerakni. Have a well feed, Wolves 1/2. Jó, hogy de cukin aludnak. Kis vacak. Hát hogy nézek? Na, ébredjél fő. Jó, az túlélte. Oké. Pesz is elérve, te is oda. Meg oda. Ez a chamber tart fölfele, úgyhogy hamarosan újra használható. Sárkánygyümölcs vagy rosemary, most legyen nekik gyümölcs plusz. Jó, izzan shop is elérhető, az izzan bookból ott. Úgyhogy de amondó vagyok, hogy az oroszlánok egy kicsit meggyepáljuk. Így rakunk le olyat is. Az mellé ment, vagy tele van a sziget? Tele van a sziget, oké. Okay. Jó, nyissam meg az illetményt, akkor téged elvégben megfoglak itt alul. Csak ide be kell rakni, és úgy bezáródik. Téged megfoglott is ide kérdően. Jó. Jó, unlock át is ment, frog. Oké, okay. Mentsük le a játék. Gondolom azt akkor a settingsbe. Fogom ide kirakom. Ez szélt. Ez is ért. Jó. Settingsbe a show the tips-et nézzük meg. Ott is van questboard. Általános info, hogy az eko szinten a pontod nő. Mindjárt adott szépen. Oké. Okay. Tools and Books on the Bookshelf, ugyebár itt találom a dolgokat, ezzel tudom megrabbanni, vissza lehet lépni a játékba oda, mint így, Reset Room Object, oké, még ajándék, na hát akkor ti vagytok a gorilla vagy a gyík, a gyík egy új szavannát ér, az meg az is dzsungel, akkor kezdjük a hülye gyíkkal. Ilyen poén, nincs meg neki szavannája, és ő sincs meg, vagy őt plusz lapon van. Ott sincs. Ott sincs. Na hol van? Kinyitottunk egy állatot, aki nincs. Have a horned lizard. Állj le honnan? Na mindegy. Oké, okay, szóval itt. Ezek nem tudom mik. Izzan sok. 50-50-50, de mi? Ja, hogy nekünk azt kéne. Read the game to Omkron. Hát egy picit magasan vagy. Oké, okay, store, itt is láthatjuk a játékot, amúgy 20 euróba kerül. Mindenféle jóságokat lehet benne csinálni, kijelölni, és a többi. Azaz csinálsz magadnak egy parcellákat, és oda tudsz pakolászni, mint opció.
Úgyhogy reveals. Oké. És akkor ez itt jó pofák, 3-4 Islandig egész jó. Share, flag this up, referring, purchase a gift, nem, oké, tippem nincs, hogy adok ebbe ilyen csillagokat, mennyi bár a kódot kaptam, amit beütöttem, úgyhogy tippem nincs, hogy ezt, van benne refund policy, meg MetaQuest 3-on, meg az összes MetaQuest-en működik. Mivel Mixed Reality-t használ, úgyhogy figyeljünk a dolgokra. Sajnos magyar nyelv még nincs, remélem lesz. Kicsi foglalású, úgyhogy 2024. november 7-én azon most jelent meg a játék, viszonylag új. Oké, okay. Ja, hogy itt tudok adni csillagot. Hát, adjunk neki 5 csillagot, mert az egész technológia pofás, és azért egy nagyobb nappaliban sokkal kényelmesebb szerintem, és ott is látom, hogy 10-es szinten vagyok egyébként, úgyhogy ez meg is van. Review-ot még nem írok, mert majd a videóadás kimegy belőle, úgyhogy az úgy nice. Jó, meg is lett a Rainbow Ship, köszönjük szépen. És akkor itt azt látom, hogy Island Dovner 2 a 4-ből. Island cannot be returned after placement. Szigetet nem tudod visszavenni, mint a leraktad. De hogy ezek szigetek akarnak lenni, hogy itt látom, hogy milyen méretű sziget. Aha! Az azt mondom, hogy akarok egy új szigetet, akkor téged megfoglak. És ide kihelyezlek. Megfogom a festéket. Így. Nice. Oké, okay. Szóval ez az Island szigetelős. És PC-s kettőnk is van most már. Itt a Lizard. Amúgy. És ott van a szintünk. Téged tudlak lerakni mondjuk, ha hozzátartozó biomet használjuk. Oké, okay. Kettő lizard kell. Eine. Meine. Excavate the Dixitas, Ashu. Oké, küldsök el 100 pontot. Tudjuk húzni is, meg amúgy is. Jó, az nem tudom mit csinálna, vagy hova, azokat megmakantak. Így mozognak tovább, ilyenkor van pausén. Költsünk el 100 pontot. Így. Titeket innen nem nagyon tudlak arra helyezni, mert ez egy asztal alattatok. Szia! Nagyon örül. Nem engedi oda rakni.
tudlak téged összenyomorítani? Nem, hát akkor így leszel. Így jó vagy. Kölcsönk el 100 pontot. Itt lesz a tundra, meg a sziklás bajom. Hát miért is, ne? Jó. Akkor téged meg fogunk. Ide rakunk. Téged meg. Ide rakunk. Nagyon posziszkodnak. Megvan, mindjárt szintet lépünk, 10-es szint. Ez kell egy Dixitesz, hát finom nincs abban, amit akarsz. Jó, ott el vannak a zebrák halnak kifele. A kosok meg is haltak. A zebrák szarnak a hidegre. Itt még nincs állatunk. Itt van. Szia! Hát csak nem lefeküdtél. Oké, gyere, ezt átad kifele nekem, jó? Köszi a 80 manit. Aja, hogy el az excavar Dixitesz. Oké, ássál. Okos. Oké, de lehet margol vagy prikipia. Hát legyen kaktusz. Oké. Szóval téged ide. Téged meg ide. Nöztek kaktusz. Oké. Ha a shelterben vannak, akkor jól vannak. Akkor biztonságban vannak, de honnan szedek shelter-t? 11-es szinten vagyunk, és dekorációban lenne. Na, mindig azt a könyvet kifelé, ami ott van. Akkor nem tudunk csak így minden könyvet kirakni. Na te! Te mi vagy? Ruinstone Frost Sature. Ott van most már körünk is. Ott a shelter, kérlek szépen. Azaz, ha lerakunk nektek ilyet, akkor biztonságban vagytok. Jelentem a zebrák fogyó eszközök. Oké. Ássad ki fel ezt. És az oroszlán elefántokkal mi lett? Meg lettek babával? Azonnal megvannak zabálva, és csak egy kis kaja lett belőlük. Jó. Kifelé zárkodtátok magatokat. Te menjél oda vacsinak. Te is. Megtanultok meghalni. Oké, az a te gyorsult. Szia! Ugye a Leila is itt van. Egy. Igen, itt is hagyott, oké, adott megzabálják. Jó, hát a shelterre nem nagyon akarnak mit kezdeni. Kővel érünk valamit. Lerakjuk a loot kellős közepébe. Meg a másik köve. Neztek nektek is kő. Vagy nem kő. Tessék, béka.
kaptok békát. Nem nagyon hagyja meg őket. Itt semmi lett, meg ilyen nagy, hogy mi miért él. Az legyen 50 növény lerakva, vagy ássak 50-szer. Igen. Meghalt a dekorációs könyvben az itt a sárter. Ezt el is mondta, de hát hiába van meg, ha nem tudom minek lerakni. Bár úgy látom, az oroszlánok halnak most meg kifele. Oké. Okay. És ott meg az elefántnak mutogatja, úgyhogy... Itt rakjam le ide víznek. Csá, Blöki! Köszi. Nagyon örül. Az megmakkant. Az meg menekül, hogy hús kéne. Annak is hús kéne. Hát... Ez zaba igényetek van. Az is meghalt. Tessék, azt tegyed. Nyam-nyam-nyam. Meg is lett zabálva. Hurrá! Oké, ezzel nem jutunk túl, de amondó vagyok, első résznek ez untig elénk. Majd lehet valamikor folytatom, lehet egy más helységbe. A területet újra lehet rajzolni bármikor. Ettől függetlenül a Riftnek a beállításain belül kell a izét beállítani, a terület leképezés törlése. És akkor ott lehet, de az is lehet, hogy eljutok a 12 vagy 13-as szintig, és majd akkor megnézzük, mi ez a másik kettő. Úgyhogy jelenleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!